A tekettővel vagyunk itt az Parrot Bebop drónával és a Sky Controllerrel kicsomagoltuk már, is látjátok, hogy most használjuk, és a fesztiválon is már használtuk, az a lényeg igazából, hogy be kell kapcsolni a Parroton a Wi-Fi-t, ezen is a Wi-Fi-t, és akkor itt látjuk, hogy már összes van a csatlakozva, éppen pirosan világított, mert éppen még videót vett fel, itt látjuk, hogy mennyire van feltöltve a kontroller önmaga, és itt, hogy mindjárt kimerül a drónunk, itt a képernyőn az iPhone 6 Plus-on látjuk, hogy még 16% van, 81% az aksia itt a kontrollernek, de persze telefon nélkül is tudjuk használni, itt csak simán repülni, persze úgy, hogy majd látjuk, hogy merre van a dróna. Látjátok, hogy benne is vagyok a képben egy kicsit, milyen magason vagyunk, milyen gyorsan repülünk és hány méter magason vagyunk. Itt lehet majd elindulni, itt jön vissza GPS szerint, és itt egy emergency landinget csinál, ami azt jelenti majd, hogy simán egyszerűen csak leesik a földre, úgyhogy azt inkább ne használjuk. 2 kilométer a távolság a kontrollerrel, és most mindjárt meg is fogom nyomni a gombot, és el fog indulni a dróna. Méghozzá most megnyomom itt, hogy elindul a... És látjuk is, hogy itt egy slackline felett itt most el tudnék repülni. Kicsit közelebb jövök, kicsit lentebb jövök. Lehet forogni is persze, hogy látjátok. Vigyázzunk, hogy most a lábamat itt persze ne vágjam le. Egy kicsit fúj a szél, úgyhogy vigyázzunk el azzal, hogy merre repülünk. Trükköket nem nagyon lehet csinálni, de elég szépen tudunk vele repülni, és főleg a kamerája elég jó itt ennek a drónának. De amit most meg tudom csinálni, hogy itt igazából látjuk, hogy milyen képet veszünk fel itt, kicsit erre fordulok, hogy lássuk, és amit itt fent még tudunk csinálni, hogy beállítom, hogy melyik irányba is nézünk pontosan, hogy itt van a közepe a kamerának, és akkor fentebb, lentebb kicsit be tudom állítani, hogy pontosan merre is akarunk majd nézni. Hogyha ezt megnyom ezt a gombot, akkor le is fog szállni. Ennyi, és akkor most még van 9%, most még tudnék még egyszer egy-két percet repülni vele, vagy egy másik aksi belerakni, vagy 3 a dobozban. Ez volt a Parrot Sky controllerrel a Bebop dróna. Köszönöm, nézzetek, nevem Gáb Balázs, legközelebb is ne felejtsetek el abonálni minket.